Mire jogosít fel bennünket a magyar állampolgárság? Amivel kevesen foglalkoznak különben, az az, hogy mit is jelent egyáltalán egy országnak, egy államnak az állampolgárának lenni. Hogy az állampolgárságot úgy definiálják, hogy az olyan viszony egy állam és egy polgár között, egy olyan jogviszony, amely kötelezettségekkel és jogokkal is jár. Na most milyen jogok és milyen kötelezettségek vannak? Ezt a honlapon különben nagyon, nagyon jól meg lehet nézni, tehát a honlap tartalmazza az alkotmány, a magyar alkotmány azon rendelkezéseinek a kivonatát, amik éppen a jogokkal és a kötelezettségekkel foglalkoznak. Nagyon fontos, de még egyszer különbséget kell tenni, ugye az állampolgárság és a magyarországi lakóhely között. A kettő különbözik, és nagyon sok jog, például gondolk itt a társadalom biztosításra, akkor kerül egyáltalán képbe, hogy így mondjam, amikor valaki Magyarországra költözik. De mondom, tehát itt szociális, gazdasági is, és más jogokra is szó van. Most ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az egyik hölgy említette azt, hogy majd belépünk az Unióba, és akkor majd minden megoldódik, és hogy ő ezt megvárja. Ezt azért ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy ez egy uniós állampolgárság. Tehát a magyar állampolgárság, ez egy uniós állampolgárság, és akkor megint felmerül ez a kérdés, hogy a jog szempontjából, hogyha valaki szerb állampolgár egyrészt, és másrészt uniós állampolgár is, akkor az unió jogának szempontjából melyik állampolgársága, hogy is mondjam, a lényegre törő, illetve az alkalmazandó. És az uniós jog egy 92-es jogeset után azon az állásponton van, hogy amennyiben egy harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy uniós állampolgársággal is rendelkezik, akkor az uniós jog alkalmazásának szempontjából az uniós állampolgársága mérvadó, és ez nagyon fontos. Ugyanakkor, ha az előbb föltett ezt a kérdést a jogokkal és a kötelezettségekkel kapcsolatban, az uniós állampolgárság egy nagyon érdekes állampolgárság azért, mert ugye az előbb mondtam, hogy az állampolgárság mindig kötelezettségekkel és jogokkal jár. Most az uniós állampolgárság egy olyan állampolgárság, ahol kötelezettségeket nem állapítanak meg. Csak jogok léteznek, és ezért egy nagyon kellemes kis állampolgárság. Tehát az utazási kedvezmények, illetve a lehetőségek, szabadságok, a mozgás szabadsága, a munkavállalás szabadság, ez mind áll, viszont kötelezettségek nem állnak ezekkel a jogokkal szemben, mégpedig azért, mert az unió azt mondja, hogy minden állam belső joga és lehetősége az, hogy megállapítsa az állampolgárainak a kötelezettségét. A fiatalokat mindenképpen az érdekelheti tehát, hogy ha most a jövő év első felében ők is magyar állampolgárságot nyernek, akkor vállalhatnak-e munkát, teszem azt, az unió bármelyik országában? Ezért is hangsúlyoztam ezt ki, hogy ez egy uniós állampolgárság, és az unió szempontjából mi is, akik most majd magyar állampolgárok leszünk, uniós állampolgároknak a minősülünk. Tehát természetesen a válasz az, hogy igen. Igen. Azt is ki kell hangsúlyoznunk, hogy az állampolgársággal párhuzamosan egy időben nem kapunk magyar útlevelet. Ez is egy nagyon fontos dolog, amit meg kell említeni. Nem kapunk magyar útlevelet, nem kapunk magyar személyigazolványt. Ezt külön kell igényelni, külön eljárásban, de viszont azt is tudni kell, hogy a magyar állampolgárság a magyar útlevél feltétele. Tehát amennyiben valaki szertesz a honosítási okiratra, akkor a honosítási okirat segítségével magyar útlevélhez tud jutni, és akkor itt fölmer az a kérdés, hogy hol lehet majd ezt igényelni. Most ebben a pillanatban úgy van, hogy a központi, tehát a budapesti központi irodán lehet ugye csak igényelni, a konzulátusokon még nem, de talán ezzel kapcsolatban is lesznek valamilyen módosítások. Igen, hát a miniszteri biztos annyit mondott, hogy körülbelül fél éven belül nyílik arra lehetőség, hogy a főkonzulátuson is lehessen kérni új biometrikus útlevelet. Mert ez Magyarországon is most van ez a váltás. Ez teljesen támogatható lépése a magyar közigazgatásnak, hiszen tehermentesíteni kell ezt a központi irodát, mert most ebben például úgy működik, hogy a központi iroda azokat az útlevél kérelmeket, azoknak az útlevél kérelmét fogadja el, akik nem rendelkeznek magyar lakhelyjel. Tehát ebben az esetben mindenkire vonatkoznak, aki most kérelmezi a kedvezményes eljárásban az útlevelet, úgyhogy nagyon jó lépésnek tartom azt, hogyha a konzulátus ezt meg tudja valósítani. Térjünk vissza a kérelemhez, a kérelemmel együtt benyújtandó dokumentumokhoz. Ezeket kell mi külön hitelesíteni? Az előbb, amikor a honlap hiányosságairól beszéltem, akkor erre is rászerettem volna, tényleg örülök, hogy feltette ezt a kérdést. Ott van egy ilyen mondat, tehát törvény
rendelkezés kivonat, ahol azt mondja, hogy más, tehát nemzetközi szerződés más rendelkezése, illetve viszonosság hiányában az okiratok diplomáciai felülhitelesítésére van szükség. Hát ez mit jelent? Ez a kérdés merül föl, hogy ez igen. Mit jelent. Na most ilyesmire nincsen szükség, egészen egyszerűen azért két dolog miatt. Van egy hágai egyezmény, amely alapján, és amelynek Szerbia és Magyarország is tagja, ez, ha jól tudom, egy 61-es, nem vagyok benne, ez 61-es egyezmény, amely azt mondja, hogy a tagállamok, tehát a résztvevő tagállamok esetében nincs szükség ilyen diplomáciai felülhitelesítésre, hanem másképp is megoldható kérdés, most erről nem fogunk beszélni, hogy hogy. A másik dolog meg, hogy Magyarország és Szerbia között 68 óta létezik egy jogsegélynyújtási egyezmény. És ez a jogsegély egyezmény azt mondja, hogy a két állam egymás állami szerveinek az okiratait, közokiratait mindenféle további hitelesítés, felülhitelesítés nélkül el kell fogadja. Tehát ilyen értelemben nem kell tovább hitelesíteni az állami szerv által kiadott dokumentumokat. Ugye most felmerült az a kérdés, hogy eredeti példányban kell átadni, vagy nem eredeti példányban kell átadni az adott dokumentumot. Erről nem beszél sem a törvény, sem a végrehajtó rendelkezés. Én úgy gondolom, hogy az volna a legjobb, hogyha az eredeti példányt nyújtanák be a kérelmezők, természetesen a szükség esetén a hiteles fordítással együtt. Arról viszont beszéltek Szabadkán, hogy a dokumentumok nem kötik feltételhez, tehát időponthoz a dokumentumok keltezési idejét, tehát lehetnek régebbiek is. Így van, tehát nincs sehol sem olyan rendelkezés, amely azt mondaná, hogy nem tudom, például 6 hónapnál, hogy mondjam, fiatalabb okiratukra van szükség, viszont azért kérik, tehát egyrészt a születési anyakönyvi kivonatukra van szükség, másrészt pedig szükség van a családi állapotról szóló anyakönyvi kivonatra is. Ez pont azért van erre szükség, mert hiszen, hogyha valaki nem tudom, férhez megy, vagy megnős, akkor természetesen módosulhat a neve is, és más adata is, ezért van szükség mind a kettő okiratnak a benyújtására. Igen, és a folyamattal kapcsolatban van-e jogorvoslás? Ez egy nagyon jó kérdés, és hogyha valaki visszatérjek ismét a honlaphoz, hogyha valaki megnézi a gyakori kérdések című fejezetet, vagy azt hiszem, hogy valahogy így hívják, akkor találott egy olyan kérdés, hogy mi a dolgom akkor, hogyha pozitív elbírálásban részesülök, kérelmem. De sehol nem teszi föl senki azt a kérdést, hogy mi a dolgom akkor, hogyha negatív elbírálásban részesülök, kérelmem. Most erre két fejezetű válasz van. Az első részben azt kell elmondani, hogy van a miniszteri döntés. A miniszteri döntés lehet negatív abban az értelemben, hogy azt mondja a miniszteri döntés, hogy nincsenek a feltételek. Tehát nem teljesültek azok a feltételek, amelyeket a törvény előre lát. Másodszorban azt is mondhatja a miniszteri határozat, hogy egyáltalán maga a kérelem benyújtás nem a pozitív jogszabályok szerint történt. Ezeknek a határozatoknak a megtámadására van jogi lehetőség, és erről a magyar polgári perrendtartáshoz szóló törvény beszél a 20. fejezetében, ahol azt mondja, hogy ezekre az esetekre a közigazgatási perre vonatkozó szabályok vonatkoznak, illetve magyarul ez azt jelenti, hogy megtámadhatók 30 napon belül ezek a határozatok, mégpedig a magyarországi Budapesti Fővárosi Bíróságnál. Ez az egyik szám. A másik részét illeti a köztársasági elnök döntése ellen, amely például úgy szól, hogy nem, az a döntés ellen nincs. Jogorvoslati lehetőség, viszont ez nem jelenti azt, hogy a kérelmező, akit a köztársasági elnök értelemben visszautasított, nem folyamodhat újra kérelemmel, honosítási kérelemmel az államhoz.